Üdvözlöm a kedves nézőket, itt Kenta beszél újra, és folytatjuk a My Little Pony Game Loftot. Elnézést. Késői allergia szezon, tudjátok, hogy milyen az, akinek allergiája van így össztájékán. Szóval, először megnézzük gyorsan, hogy hogy vagyunk baráttal. Jó, Facebook úgy látom, hogy mindig rossz, de az mondjuk annyira nem is lényeges. Mindenesetre legutóbb ott hagytuk abba. Igen, de nem azt akarom megnyomni, hanem először aratunk. Mert nekem... Ops, kész az egyik küldi. De milyen küldi? Érzem is, hogy nem hiszem. Jó, kaptunk szívet. De kb. Mennyit? 10-et úgy látom. Az mondjuk jó, na, vártok csak, megnézem, hogy hol tartunk. De még ott nem tartunk, nem? Viszont Scootelóval meg kellett csinálni azt, hogy fölvisszük két csillagra. Oké, ez még rájön, azt mondtuk, legutóbbiban. Jó, föl kell vinni Scootelót két csillagra. Jó, csinálunk egyet gyorsan Scootelóval. Hát tudom, hogy az nem fogja fölvinni, mondjuk egy ezreset ki kéne rá adnom. De még nem adok ki rá, mert még ilyen spórolós vagyok. Szóval legutóbbiban ott tartottam, témának úgymond, szóval, hogy ez a... Mivel be vagyok regisztrálva a Facebookban, ez csak a játékakotom, tehát lényegesen nincs rajta semmi információ, csak azt, hogy itt is fel vannak véve egyes pár havarok, akik úgymond támogatják azt az ötletemet, hogy játszak így Facebookon. Legalábbis Facebook játékokon, meg olyan játékokon, amihez Facebook regisztráció kell. Szóval nincs ebben semmi olyan fontos dolog. Na. Azon kívül, meg a tabletemen kicsit akad a játék, a tévén viszont nem. Viszont hogyha nincs rá kötve, akkor meg megy, mint az álom, szóval... Amúgy így engem nem zavar, mert úgyis először az van, hogy bemutattam, mert remélem azért jó minőségben jön le az egész. Még akkor is, hogyha így vesztük kamerában. Hát tudom, hogy ezt úgy kéne meg, hogy Ever médiával. De én inkább így mutattuk be, mert Ring of Speed is, ahogy mondtam, az a német... hogy mondjam azt, tehát egy német illető, aki játszik így My Little Pony Game Loft-tal, az is így csinálja, szóval mondom én meg, akkor példát veszek róla, és akkor én is így megcsinálom az egészet. Csak én úgy egészítem ki, hogy nem mutogatom az újamat, hanem így elkötöm tévére. Most ezt elmegyünk Kentelotba. Miért magára az építményekkel kattintani, ezt sose értettem. Mindenesetre menjünk Kentelotba, és elnézést, nem eszek semmit, csak így gondolkodok. Megvesszük Twilight apját. Mert az is egy küldi majd lesz később, hogy fel kell vinni őt 5 csillagosra. Szóval majd 5 is meg kell csinálni. 4 óra 20 perc. Oké. Inventory-ba azt akarom megmutatni még, hogy megszereztem magamnak Aloét. Tudjátok, az a póni, aki... van egy másik ikertes tvére, a Lotus Blossom, azzal együtt, tudjátok, akik dolgoznak a... ja, itt Ponyville-ben, szép... a... nem is tudom, milyen, tudjátok... de most menjünk vissza közben Ponyville-be. Azon gondolkodok, hogy melyik az... tudjátok, hogy közben meg learadtuk a cseresznyepítéket, ahogy az is küldi volt. Szóval, hogy azok a... arra a kettőről beszélek, aki... tudjátok, hogy van az a rész, amikor megérkezik Photofinish Ponyville-be, és akkor ott beszélget Reddity Fluttershy-jal a... tudjátok, a szalomban. Igen, a szépítkezési szalomban, vagy minek nevezem azt. Na, megjött Snips, és átvesszük. Közben... berakjuk Snipset a virágosba, hogy legalább az is dolgozzon valamit. Aha, itt van. Oké. Közben meg megint adtunk ajándékot, de mi nehez? Úristen. Oké, őszinteség. Harmóniára. Pinkie Pie megad egy küldit. Picnic table. What? Jézus Isten! Na de ezeket... szintet léptünk. Jó, hogy már kapunk izét. Várjatok! Közben ezeket eladom. Jó, hogy kapunk közben gemeket. Oké. Megint egy küldi. Milyen küldi kapok? Kész a napi küldi. Ez jó. De ez még kevésbé lesz, mert itt... 30 000 pont. Micsoda?
De, jó, mindegy. Oké. Oké. Akkor lássuk, hogy mit ad még Pinkie Pie. T-shirt. Gift T-shirt. Oké. Adjunk 5 barátnak T-shirt. Egyik legyen mondjuk Celesti a hercegnő. Szóval, hogy közben meg elmondom. Igen, azt a korábbi videóban mondtam, hogy bárkit fölveszek, mármint, hogy csak keresetek meg Gameloft-on, nem vesz a leírásban, hogy hogy hívnak Gameloft-on. Így megkeresetek engem. Másik okotomat is fölvettitek. Na. Józsi, Józsi, baj van, akkor a játék. Na, hát ez hogy rakta ki? Várjatok, azt nézem, hogy hű, mennyi... Jézusom, ez hogy rakta ki? De jó Isten, mi ez? Hol vannak az építmények? Ja, itt van. Úristen. Kentelott kastélynél véletlenül neki nincs meg, akkor még neki nincs kéz. Igaz? De meg kéne, hogy legyen, mert itt a városháza. De hol vannak a pónik? A Nuna hercegnő, az látom, neki megvan. És megcsináltam már Twilight Arcade-t. Oké. Szóval, hogy olyan pónikat én még nem, azt tartottam, hogy megvan alól, de csak akkor teszek, amikor meg lesz lótot bosszom. Tehát, hogy én kivételesen nem fogok, én úgy játszom, hogy nem fogok minden pónit egyszerre kirakni. Legalábbis olyanokat nem, akik úgy a sorozatban úgy párosával lettek megismerve. Tehát úgy, mint Aloe és Lotus Blossom, vagy Celesti hercegnő és Luna hercegnő, mert ők is egy helyen laknak, Kades hercegnő és Shining Armor, és Diamond Tiara, meg Silver Spoon, szóval, hogy így, és a többi, akik így egy helyen laknak, szóval ilyen ismertebbek. Azon kívül, de vannak olyanok, akik kivételek, mint Snips, mert tudjátok, Snips és Snails, azok együtt vannak. Viszont az a baj, hogy Snails csak úgy lehet megszerezni, tehát a Snails úgy lehet csak megszerezni, hogyha kidurantjuk a Luffy duranos játékba, és ezért van az, hogy a Luffy durantósba még nem csináltam meg a küldetést, hogy menni kell a Luffy durantósba 2 menetet. Na most menjünk a másik akontomba. Tudom, hogy nem használom, de nem érdekel, abba is azért tenni kell szívet, mert a szívek később még jól jöhetnek. Látjátok, én már, hogy mutattam, nekem is megvan Luna hercegnő. De mondjuk itt el lehet ez is méret, ez úgy, mint az Equestria görzsben maga a karaktere. Tehát az emberi karakter a Luna hercegnő, de itt meg a rendes póni formája van itt elméretezve. Na minden esetre nem baj. Megvan a küldi, az a lényeg. Szóval, hogy majd így fogom kirakni a pónikat. Oké, megvan a küldi. Mi a következő? Pillanat, csak adatok. És köröktem egyet, elnézést. Na. Szóval, így fogom őket kirakni. Hú, de sok küldi. Something beautiful. What? Oh. Ez a sokba kerül. What? Mostanában elég hülye játék, pillanat. Nagyon hülye játék, komolyan mondom. De... Várjatok már, hát... Mi folyik itt? Már elnézést, hogy így kiabálok, de most mi van? Hát eddig nem volt úgy, hogy mindennel play-jel kell megszenni. Jó, még mindig rossz. Jó, várjatok, majd csinálok valamit. Jó, egyre rakjuk azokat ki, amelyek biztosan, hogy ki lehet őket rakni. Oké, megyük el. Jó, úgy, sokba kerül. Oké, egy megvan. Vissza is vesszük, mert kell a pénz a későbbiekben. Oké, következő. Ez is egy kicsit drága. Oké. Vagyjuk vissza. Kérem a pénzt. Jó. És most nem fogom leadni. Várjatok, csinálok egy olyat, hogy akkor úgy csinálom, hát ha így összejön, hogy megveszem ott, másik helyen. Mert tudjátok, olyat is lehet csinálni, hogy itt megveszük. Nem inventory, shops, decoration. Hol van? Ponyville. Itt van. És még mit? Itt is van. Na, sikerült!
igen, rá lehet lenni arra is, hogy travel, szóval. Hol van? Á, itt van. De nem ide rakom ki. Ide. Ide látható ennyi. Jó, kész van a küldi. Várjatok, mert eladom. Tudjátok, hogy én eladok mindent. Na. Oké. Ez is megvan. Megvannak a küldik akkor. Jó. Nem értem, hogy a termők miért nem vannak reket, pedig... másik a kontomba úgy volt, hogy... adnak. Mindegy. Spiky, Mikey! Oh, Rarity! Várjátok, erre adok egy pici hangot, hogy halljátok, hogy mit mond. Greetings! What a pleasure it is to return to Ponyville! Mert ugye... How do I look after being gone for so long? Jó. Just... beautiful! What was that, Spike? Nothing. I mean, the decorations around here are just beautiful, aren't they? Calm down, Casanova. It's great to have you back, Rarity, but we've still got to get the other ponies back in Ponyville. Of course, I will use all my talents to help the other ponies return at once. Fluttershy's up next. Now, where could she be? Okay, emberek, szóval már ott tartunk, hogy megvan Rarity. Pillanat, csak visszaveszem a tévének a hangját. És... hú, de sok küldi! Remo, az mindjárt meg lesz. Collect. Jó, az már a Crystal Mine, megoldjuk. Rating, playing. Na látjátok, ezért mondtam, hogy meg kéne csinálni, mert most elmaradtam egy picit Rarity-vel. Jó, nézzük, hogy hol vannak olcsók. Hát ez nem olcsó. Várjatok. Ez olcsó. Ez megvan egy. Kettő. Ez mennyi? Az még sok, vára. Tok, kettő, kettő, kettő. Várjátok, nem akarok úgy sokat kiadni érte. Várjá. Három. Eddig három van meg. Jó, látom, hogy négy több. Nézzük, hogy mi van itt még. Akkor jó. Négy. Öt. Hat. Hét. Nyolc. És még egyet. Le ez a csúnyapa. Mert nagyon rondan néz ki különben. Oké. Szóval... nekünk... majd... itt kell csinálni... jó, hát vannak, amik még ráérnek, úgymond. Mert ezt is meg kéne csinálnom. Úgyis majd meg fogok akadni szerintem. Jó. Kis pecök. Jó, majd a frissítés megoldja. Oké, akkor visszamegyünk most... Sweet Apple Acres-be. És majd akkor innen folytatjuk. Szóval ezért mondtam, hogy meg kell csinálni őket, most én picit elmaradtam. Pedig már pedig a másikon már rég megcsináltam volna, de most szerintem azért vagyok így, mert nektek mutatom a videót. Mindenesetre ennyi lett volna ez a videó mára, majd legközelebb jelentkezünk, amikor majd... miről beszélek? Szóval legközelebb, amikor majd ki lesznek építve a holmik, jelentkezünk. Mert hogy ki lesznek ásva a kiásandó dolgok. Addig is köszönöm minden kedves nézőnek a figyelmet, és viszlát a következő videóba, valamint külön minden Brónynak és Pegasusnak Bruhup és viszlát.